újra kedvenc kanapénkon vagyunk kedves kollégámmal, kedves Tamással, és a karácsonyi különkiadásunkban a legújabb sorozatunknak a második tagját kóstoljuk. Ugye bizonyára láttátok az előző részt is, az Oldies Flavor zenű Choose to be Salted. Itt van a Happy in My Lane, a Haránt Artúrról már rejtettünk pár szót az előző videónk alatt is, és ezt a címkét is ők vette. Ezt nem nevezném, hát lehet nevezhetjük mémnek, de igazából szerintem az internetes kultúra és az online humor már egyszerűen olyan szinten tönkretette az életünket, hogy nehéz megfogalmazni azt igazából, hogy hol kezdődik és hol végződik ez az online folklór. Sok Imperial Stout után néha egyébként jó egy-egy nem 10% fölötti stoutot is kóstolni, meg főzni. Tehát a 7,2%-kal igazából gyerekeknek, meg szoktatós anyukáknak. De azért tudni kell szerintem, hogy hol vannak a stoutnak a határai, és hogy mik azok a stílusjegyek, amiket érdemes hozni ahhoz, hogy valami érdekes legyen 5%-kal, 8-al, 10-zel, 12-vel. Mindenhol szerintem más a lényeg. Ez egyébként egy olyan vonal, ami akár Imperial Stout is lehetne, de itt most megpróbáltuk egy arra alacsonyabb, ugye ez egy milk stout, tehát ebben laktóz van, és akkor narancs és kakaóbabba mentünk gyakorlatilag rá egy kicsit erre a pastry vonalra. Hát azért ugye magas alkoholtartalmú sörrel se kíméltük a kedves nézőgyerekeket, meg a fogyasztókat. Szóval abból sincsen hiány, de néha jó ezeket az alacsony alkoholtartalmú 7,2%-os cuccokat. Mert és a kísérlet során arra emlékeztem, hogy sokkal narancsosabb az illata, és most inkább a kakaó jön. A kísérletben igazából a narancs így belerobbant az arcodba, és most meg illatában eltűnt igazából a laktóz, vagy hát ez a teljes krémesség az, ami talán dominál. Felteszem a millió dolláros kérdést, hogy egyébként akkor most kóstolod ezt először, mint végső termék? Mint végső termék, igen. Az előzőt is. Ízben egyébként jön valamennyire a narancs, de sokkal narancsosabbra emlékszem a kísérletből. Hogyha már beszéltünk egyébként a hőfokokról, meg a kóstolási fokokról az előző videóban, akkor azért itt is említsük meg, hogy én itt egyébként ezt hangsúlyosabban kóstolnám. Nem ilyen hűtőhidegen, hanem inkább egy pince, vagy egy spice hidegen, hogy... Egyébként nagyon szépen jön az utóízében ez a narancsos csoki, és közben ugye mivel milk stout, ez a laktóz ad neki egy nagy sejmességet. Tehát hogy annak ellenére, hogy 7,2%-os, tehát azért a stíluson belül ez egy alacsonyabb alkoholtartalmú stout, tehát hogy a komfortzóna az jóval magasabban van, szerintem alkoholban, ugye azért, mert több malátával, több maradék cukorral lehet dolgozni. De hogy ahhoz képest, szerintem egy nagyon jó, krémes, kellemes dolog. Amikor a Guilty Tendencies kijött, akkor annál is azt éreztem, hogy nagyon jó lett. Picit a Nitro, a hányatott sorsú Nitro sorozatra is emlékeztet. Az mondjuk a Nitro miatt egy még ennél is alacsonyabb alkoholtartalommal is el tudta ezt érni. De ugye, hogyha azt szeretnéd, hogy valamit így kortyolgass most így a hidegben, ami nem vág annyira a fejbe, de ettől függetlenül egy ízélmény, akkor ez talán jó. Engem is a Guilty Tendencies-re emlékeztet, ugye ott is volt valami megfoghatatlan, vagy inkább fura, ami jött a stout alapon túl. Ott ugye inkább a hideg kombos keserűség, ami aztán számomra nagyon szépen belesimult a kompozícióba. Itt pedig, ahogy elkezded kicsit melegíteni a poharadat, így jönnek elő ezek a jegyek. Először a kakaóbabnak ez a semmihez sem fogható, hát ilyen kesernyi és földes jelleg, de egyik irányba. Ilyen kakaossága. Igen, igen, ez egy jó szó, köszönöm, hogy a szorult helyzetben. Hát már a semmihez se fogható. Töltetek még neked? Nem, köszönöm szépen. És aztán pedig, hogy melegszik, egyre inkább jön elő a narancs, és igazából már várod, hogy hol van a vanília is, hiszen tudjuk, hogy...
De hogy ebben az nincs. Viszont tudjuk, hogy minden, nekem a mániám, hogy mindenbe belerakjuk ebben, a vaníliát. Ebben az egy finom lenne a vanília, de most már nincs benne. Az a, ha jó elment, akkor ezt túl a második becset majd ebből. Úgyhogy happy himmel. Én szerintem egy csodálatos ilyen fantasy dizájnnal. Egyedül vagy az Arthur királypok részeként a Mad Sandys webshopon elérhető. Rendeljétek meg időben, gyertek elérte, keressétek a boltokban. Egy kicsit később majd mesélünk arról is, hogy mi az extra ezekkel a címkékkel. De ez egyelőre még maradjon a mi titkunk, kedves tévénézők. És mindenkinek kellemes karácsonyt, kellemes ünnepeket, boldog új évet, meg minden, ami hátra van, mert szerintem ez lesz az év utolsó kóstoló videója. Úgyhogy fasza év volt, reméljük jövőre még faszább lesz. Veletek ugyanitt.